Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás gyertya mágiával. Ezúttal a piros gyertyát választottam, ami kihat a szerelmi élet területére, és ez a szertartás, ez az energia kihat rád, ha nyitott vagy erre, szerencsét hoz a szerelemben, sőt, itt van ez a szerelmi elixír, ez az olaj, és ezzel dolgoztam, beolajoztam ezt a gyertyát. A felvétel végén átküldöm ezt az energiát, persze ez már most is érezhető. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, nekem is van egy üzenetem, hiszen hamarosan a hónap vége lesz, és mint mindig hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Erre feljelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az e-mail címet megtalálod a videó alatt. Ebben a hírlapban mindig van egy téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és egy előny, hiszen minden hónapban van egy kedvezmény fele áron, egy jóslás asztrológiával együtt. 10.000 forint helyett megkapod akkor 5.000 forintért. Minden hónapban egy más témát mutatok. És most mutatom a képeket. Itt látható egy férfi ezen a képen. Legalábbis számomra a kép inkább ezt a férfias kisugárzást jelenti. Ez a férfi egy új irányba tekint. Lesznek változások. Ő szeretne valamit változtatni az életén. Ez a kép utal a férfiakra, vagy a te lelki társadra. Itt a kezébe veszi ezt a botot, és az azt jelenti, hogy cselekedni fog. De mielőtt lépéseket tesz, lezár valamit, hiszen a háta mögött megjelenik ez a harmadik bot, ez utal egy harmadik személyre, vagy a múltjára, ő már eltávolodott ettől a bottól, tehát megvan nála ez a terv, hogy legyen egy új irány, egy új kezdet. Itt ez a második bot téged szimbolizál, ő ugyan még nem beszél a terveiről, hiszen nem érinti meg ezt a botot, de mégis ott vagy a közelében. És ez lehet egy közös életút, egy közös terv, de ő irányítja a dolgokat. Itt a tűz eleméről van szó, az jelenti az ő bátorságát, vagy a lelkesedést is. Itt látható egy angyal, aki segít, tehát megvan ez az égi segítség, ez az angyal óv benneteket, és ez egy jó irány lesz, egy jó elhatározás, hiszen itt látható, hogy meg lesz a belső nyugalom, meg lesz a belső egyensúly. Ő irányítja az eseményeket, itt lesz változás, lesz mozgás. Te, ha te egy hölgy vagy, megjelensz kétszer itt a kivetésnél. Mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket, az álmokat, a vágyakat, de jelenti a belső forrást és a te intuíciódat, vagy egy kreatív tevékenységet. Újra megjelensz, mint egy királynő, de ezúttal uralkodsz az arany éren felett. Ez jelenti az anyagiakat, a hivatást, a nyereményeket, de a belső értékeket is. Te odafigyelsz erre, és elgondolkodsz azon, ki vagy mi értékes számodra. Az is fontos, hogy légy tisztában a saját belső értékeiddel. Itt közeledik ez a férfi,
és az ő kezében is megjelenik ez az arany érem, jelenti azt, hogy ügyel a pénzügyi dolgokra, vagy lesz egy munkahelyi változás, de jelenti az elismeréseket is, hiszen közölni fogja veled, hogy te értékes vagy számára. Itt ez a kép nagyon érdekes. Itt is az érméről van szó. A háttérben minden olyan szegényesnek, olyan szomorúnak tűnik. Az utalhat a múltra, hogy volt veszteség, vagy voltak anyagi gondok, de itt látható, hogy ő előre lép, kivirágzik valami, és ez a nyuszi jelenti a nyereményeket, hiszen szaporodik valami. Itt lesz egy jó anyagi helyzet, lesz nyeremény. Ez a nyeremény, vagy ezek az értékek utalhatnak a belső értékekre is. És most bepillantunk a mélybe. Milyen irányba tekint? Mit hagy maga mögött? Itt látható ezen a kártyán. Ő megjelenik itt, hiszen ő, ez a férfi áll a középpontban. Ő hoz most döntéseket, de közli veled, hiszen itt megjelenik ez a levél, ez a hír. Tudni fogsz arról, hogy mit tervez. Ez a levél lehet egy bizonyos szerződés is. És mi az angyal üzenet? Itt minden jóra fordul, hiszen itt a madarak csevegnek, utalnak a vidámságra, és jelzik azt is, hogy itt lesz kettőtök között kommunikáció. Itt is látható a levél. Tehát keresi a kapcsolatot veled, és el akarja mondani azt, hogy mit, hogyan tervez. Itt a virágcsokor jelenti a te nőiességedet, a te szépségedet, ennek ő tudatában van. De a virágcsokor jelenthet mást is. Egy ajándékot, egy kellemes meglepetést, itt lesz egy jó hír. Milyen irányba alakulnak a dolgok? Itt a fa jelent egy bizonyos helyet, ami erőt ad, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lesz az irány. És itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Tehát ő le akar gyökerezni valahol, én úgy érzem, le akar gyökerezni ebben a párkapcsolatban, hiszen megvan a vonzalom kettőtök között, és itt lesz egy találkozás a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged. Itt az értékekről van szó, vagy az anyagiakról. Itt a gólyák jelentik a változásokat, tehát itt változik valami az anyagiakat, vagy a munkádat illetően, és itt megjelenik a barátság. Az is lehet, hogy egy barát vagy egy barátnő jelentkezik a múltból, és itt anyagiakról van szó, vagy azt is jelentheti, hogy te vagy értékes számára, ez a barátság értékes számodra, és ezáltal változik valami kettőtök között. Amit a kutya még jelenthet, természetesen házi állatokat is, és a gólya egy házi állatnak a születését, vagy a kutya jelentheti a hűséget is, hogy ez a férfi hűséges hozzád, és itt ez az arany érem utal a föld elemére, a biztonság érzetére is, itt kialakul egy stabil párkapcsolat, és a gólyák ezeket a változásokat jelentik. Itt voltak még nehézségek a múltban, ezt érzed is, de ez lezárul,
hiszen itt a koporsó is látható a képen, le tudja zárni ezeket az eseményeket. Amit a hold még jelenthet az anyukát, itt lehetnek olyan anyai témák, lehet, hogy vannak még nézeteltérések, nehézségek, vagy emlékek a múltból, de ahogy látható, ez a férfi a kezében tartja ezt az arany érmét, és tisztában van azzal, hogy akkor is, ha a múltban voltak nehézségek, kiadások, ami itt is látható, a problémák, az anyagiakat illetően, de mégis megvan ez az álom, ez a vágy, hogy valami változzon. Nem csak a párkapcsolatban legyen meg ez a stabil párkapcsolat, hanem az anyagiak terén is, hiszen rendezni akarja az anyagiakat. És itt a gólyák jelentik ezeket a változásokat, itt is látható ez a változás. Itt lesz nyeremény. Itt látható egy lovas férfi, az utalhat egy másik férfire, aki közeledik hozzád, és itt a kígyó jelenti a mellékutakat, de azt is jelentheti, hogy lesznek itt változások, megújulások, és itt lesz mozgás, előre mennek az események. Mindez kihat az érzelmeidre. A kígyó az jelentheti a gyógyító erőt is. Az lehet, hogy egy férfi jó hatással van rád, és itt lesz gyógyulás, vagy lehet ez a férfi egy orvos is, ahol megvan ez a szimpátia kettőtök között. Amit a kártyák még jelenthetnek, ez a kígyó lehet egy hölgy, és ez a nő közeledik hozzád, itt mozgás van, kihat rád, kihat az érzelmeidre is, vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy itt ez a nő az ő volt társnője, eddig még volt kapcsolat, voltak itt problémák és nehézségek, amire a hegy utal, de ez a nő megismerkedett egy másik férfival, és most nem fog veletek foglalkozni, így meg lesz most a nyugalom, ami itt is látható, a belső nyugalom és a harmónia. Itt láthatóak az anyagiak, itt lesz nyeremény, javul az anyagi helyzet, itt a nap sikereket hoz, megvilágít valamit, de itt lesznek új lehetőségek is, hiszen ez a hölgy átnyújtja ezt a kulcsot, az jelenti a magabiztonságot, ezt a sikeres fellépést, de a kulcs jelentheti azt is, hogy itt kinyílik számotokra egy ajtó, és ez egy jó ajánlat, egy jó lehetőség, itt javul az anyagi helyzet, szerencse lesz a szerelmi élet területén, ő közli veled azt, hogy te értékes vagy számára, de neki is fontos, hogy ő is kapjon elismerést. A háttérben vagy a múltból van még egy nő, de ez a nő megismerkedik valakivel, így ez a férfi most szabad lesz, és ahogy látható, te elfoglalod a helyedet az életben, itt ahogy a fa mutatja, ahol le tudsz gyökerezni, és te vagy itt a királynő az ő szemében, az ő szívében és lelkében, hiszen itt mély érzelmekről van szó. És most átküldöm a szerelmi energiát a gyertya mágiától. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, képzeld el azt, hogy szeretnéd megvalósítani az álmaidat minden területén, te itt különösen a párkapcsolatról van szó. Mi az elképzelésed, és legyen meg ez a belső hit, és fogadd el ezt az energiát tőlem.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!